Mai vendégem molekuláris genetikus, rákkutató, a karcagi cigánytelepről indult, azóta pedig már számtalan díjat és elismerést a magáénak tudhat. Rengetegen kértétek, hogy hívjam meg, ő pedig megtisztelt azzal, hogy eljött. Itt van velem Horváth József. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente klubja. Azonnal kezdtünk. Szia Józsi! Szia Levi. Ugye megbeszéltük, hogy hívhatlak Józsinak a beszélgetésben, Persze. tehát a nézőknek üzenem, akik mindenbe kötnek most már lassan nálam, hogy ez nem a tiszteletlenség jele, hanem ez egy leegyeztetett megszólítás a beszélgetésben. Örülök, hogy itt vagy. Nagyon sokan kérték, hogy hívj vele, kell téged beszélgetni a példaértékű életed miatt leginkább. Köszönöm. Úgyhogy, úgyhogy szerintem most sokaknak fogunk örömet okozni ezzel a beszélgetéssel. Ugye, amikor utána olvastam, meg megnézegettem a TEDx előadásodat például, meg ugye jártál Szabó Péternél egy beszélgetésem, akkor ugye a gyerekkorodtól kezdve meséltél az életedről, ahol ugye kiemelt pont volt az, hogy te a karcagi uh, cigánytelepről Igen, uh, indultál el az életedben, és uh, úgy fogalmaztál, hogy uh, nem volt kövesút, nem volt szennyvízhálózat, nyomor volt és éhínség volt cserébe. Most sincs. Tényleg, azóta sincs? Igen, azóta sincs. <laughs> De hogy ti konkrétan nyomorban, éjségben éltettek illetett, az életeteket? Ö, nem azt mondom, szegény család voltunk, tehát nem volt meg mindenünk, de nyilván az alapfeltételek meg voltak. Tehát azt nem mondanám, hogy nyomorban, de nagyon szegény körülmények között. Tehát biztos rendezett házunk, udvarunk volt, de, de szegények voltunk ugye édesapám a TIEZ-ben dolgozott, majd ezt követően, amikor ugye a rendszerváltás után felbomlottak a, a TS rendszerek ugye ezek mezőgazdasági rendszerek, akkor utána pályamunkás lett a Magyar Állambasutaknál, és onnan is rokkant le. Édesanyám is ő, 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 ő takarítóként dolgozott ez de ugye mind a kettő súlyos szív- rendszeri problémákkal küzdnek, tehát volt már három infartus, három agyvérzés mind a kettőjüknek, tehát mind a kettő egy igazi túlélős, most ugye Tavaly édesapámnál tüdőrákot diagnosztizáltak az oltás után fél évre rá, tehát nyilván ebben nem szeretnék belemenni, hogy most az Te oltás után, volna, hogy mi oltás után erről volt így... e, e, Nagyon ritka típusú adenokarcinoma, tehát ami ricsájteket érintő e, doganatos elváltozás. Egy ritka típus alakult ki nála, ami normál esetben nőknél is nem dohányosoknál alakul ki, és nem ilyen életkorban nála kialakult, de szerencsére e, Szegeden a májkassabészeten is azóta, meghál az alternatív terápiának, tehát azóta, azóta teljesen tünetmentes és nem és is állapotban van, tehát mentes állapotban, de szóval összetetten az, a, azt nem mondanám, hogy még jó állapotban van, tehát azóta is gyenge, ők már ő, régóta nem tudnak dolgozni. Tehát ö, ö, 15 éves korom óta én is önellátó vagyok, tehát ők már, amikor én egész fiatal voltam, ők már rokkanyugdíjas voltak, tehát a az évek során a feldolgozatlan dolgok, meg a, a nehéz fizikai munka, az oda vezethet, hogy lerokkantak nagyon hamar és nagyon fiatalon. Tehát már én köz még 50 éves sem volt egyik szerintem, és amikor már rokkant nyugdíjasok voltak. A te uh, élethez való hozzáállásodhoz nyilván hozzátartott az, hogy 15 éves korodtól önállátó voltál, tehát hogy ez gondolom komolyított is rajtad, nem? nekem, nekem nem volt igazi gyerekkorom. Tehát volt egy része, amire nagyon büszke vagyok, és szeretettel gondolok vissza meg, akkor ugye nem volt se Facebook, sem én online tér. Csak a dragonból tudom, igen. Ig igen, tehát nem is volt internet, nem is tudtunk róla, a színes monitort is legrösszor hatodikos koromban láttam, tehát amikor, amikor már volt technika, számítás, technika, óránk. Tehát itt a 98-99-es, 2000-es évekről beszélünk. Nekünk, nekünk nem volt. Tehát mi kimentünk a Grunra, fociztunk, elvoltunk, csavarogtunk, rosszalkodtunk, mindenbe is benne voltunk, de jó volt. De viszont nekem nem adatott meg az, ami mondjuk egy, egy, egy átlag magyar gyereknek megadatik, tehát a, a normális életkor nem az, hogy 15 éves koromtól el kell kezdenem dolgozni, és már a nyakamba kell venni a világot, hogy, hogy a saját jövőmet építsen, Tehát nekünk a kirepülése sokkal korábban meg kellett, hogy történjen. Csak az érdekelne engem ebben a történetben, hogy mi volt az a pont, amikor te elhatároztad azt, hogy ki akarsz ebből az egészből törni. Nyilván volt egy ilyen vágy benne, de azt is mondod, hogy nagyon rossz gyerek voltál. Tehát oké, a szorgalom az ötös volt, de maga, magatartás kettes volt. Tehát, hogy a, a az hat, éves, éves, voltam, hogy keresztapám, és nem felejtem el amikor beszélgettünk, ő már meghalt azóta, de, de egy nagy tudású ember volt, ahhoz képest hogy csak egy eladói végzettsége volt, nagyon szeretett politizálni, tehát mindenről is beszélt nekem, de akkor verte belém ő is, hogy ha nem tanulok, és nem folytatom a, 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 azt az életutat, ami egy magyar gyereknek tök természetes, tehát... tehát az, hogy elmegy általános iskolába, utána középiskolába, és majd esetleg valamilyen felsőfokú szakképzésre, vagy technikumba, az egy teljesen normális dolog. Egy, egy cigánytelepen nem az. Tehát mm -hmm. nem láttunk normát. Tehát nem volt előttünk példa, amiről, amiből példát meríthettünk volna, vagy erőt meríthettünk volna, és azt szerettük volna mondani, hogy ilyen szeretnénk követni. Nem volt ilyen. Tehát akkor még a média se volt ennyire nyílt. Tehát cigányembert a médiában akkor nem igazán láttunk. Tehát egy-két képviselő volt, aki, aki megszólalt a tévében, de kb. ennyi. Szóval az, hogy hogy amit ma te is csinálsz például, hogy elhisz engem, és ezt mondjuk országvilág látja, akkoriban nem volt. Tehát abszolút nem volt példa. És a, maga ott, Karcogon a cigánytelepen sem volt olyan ember például, aki, aki akiről én tudtam volna, hogy egyáltalán érettségével rendelkezik, nem mm. egy egyetemi diplomával. De szerinted fontos a példa? Mert ugye most is a médiában nagyjából rajtad és néhány emberen kívül azért általában azt látni, hogy a cigány emberek azok nagyhangúak, mulatozósak, leginkább zenészek, és nem igazán látni olyan példát, mint amilyen te vagy. Nyilván itt a kommunikációs beli problémák, hiányosságok is felerősítik ezt, hogy csak egy szegmensét látunk. És egyértelműen nem így van, tehát nagyon sok értelmiségi van közöttünk. Nem tudom megszámolni, hogy hány van köztük orvosok, jogászok, ügyvédek, mondjuk úgy, hogy a top szakmában lévő vagy dolgozó emberek, csak ugye nem hallatnak magukról. Vagy nincs az a közeg, ahol kellene azt, hogy hangoztassa, hogy ő cigány származású. Egyáltalán lehet, hogy szóba se kerül neki. Tehát nekem se volt addig téma, hogy példakép lehessek, mivel az első példakép díjamat, ugye a Roma Sajtóközponttól az Aranypándiát 2015-ben, amikor megkaptam, akkor tudatosult bennem, hogy, hogy egy példakép lettem, és addig nekem az életutamról beszélni nem kellett. Tehát ott helyileg büszkik voltak rám, hogy tényleg milyen jó tanulmányi eredményekkel rendelkezem, meg számos egyéb versenyt megnyertem már általános iskolába, középiskolába. Hát ezért ezek, 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 úgy helyileg rendben voltak, is város szintjén is mindig kitüntés, kitüntetéseket kaptam a polgármestertől, de, de ez így helyi szinte meg is rekedt. Tehát az, hogy mondjuk országos szinten erről beszélni, hogy így ezáltal mondjuk vagy fiataloknak előadásokat, motivációs előadásokat tartani, ez, ez akkor még nem volt elérhető. Tehát ahhoz most, most teljesen jó, hogy a média van. árnyoldala, a médiának nagyon sok, de van egy jó oldala, ez pedig ez, hogy, hogy példát tudunk. Csak most itt ugye a felelősségvállalás, a szerepvállalás kérdésköre is ö, ö, szóba kerül, hogy ki az, aki bemeri ezt vállalni. Tehát egy országeli kiállni is, mint ahogy te is mondtad, annak ellenére, hogy jót próbálsz adni az embereknek, számolik kell azzal, hogy bármit is teszel, mindig lesz olyan ember, aki, aki, akinek nem tetszik az, amit képviselsz, vagy ahogy csinálod, tehát mindig lesz olyan, aki keresi a, a is a csomót, és bele fog kötni. Szerinted mi az oka annak, hogy a roma fiatalok nem annyira motiváltak? A példakép hiány az oka, vagy pedig a lehetőség hiány az oka, vagy egyszerűen, egyszerűen az a sztereotípia az, az életszerű, hogy inkább a könnyebb utat választják ahhoz, hogy pénzt keressenek maguknak? Ez nem egy egyszerű kérdés. Ugye az sem mindegy, hogy a, a, az országnak melyik területét nézzük. Tehát a keleti régió kell van szakadva nyugathoz képest. A lehetőségek tárháza igazából mindenkinek adott. Ott is annak függvénye, hogy az információ áradat az, 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 az mennyire jó az adott településen, az adott cigány önkormányzatnál rengeteg pályázat, ösztöndi rendszer létezik, szakkollégiumi hálózat, ugye én is tagja voltam Debrecenben, ahol mind-mind-mind a, a, cigány fiatalokat, vagyis most már nem azt mondom, hogy cigány fiatalok, hanem egy, egyöntetően mondhatjuk azt, hogy nem kell annak cigánynak cél lenni, hogy hátrányos helyzeted legyen. Tehát maga a helyzetedből adódóan hátrányokkal rendelkezel, és ezért nem lenne lehetőséged mondjuk, hogy egy egyetemet elvégez, akkor ezek a rendszerek, vagy ezek a ösztöndi rendszerek lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy fedezzék például a kiadásokat, vagy a tandíjakat, vagy a tanszerköltséget, a bejárást, a kollégiumot, és így tovább. Tehát, tehát én mondhatom azt, hogy a lehetőség megvan, több mentor kellene, az biztos, tehát nem csak példakép, az egy jó dolog, hogy én megmutatom, hogy na, én ezt elértem, az mind szép és jó, de nem elegendő. Tehát oda-oda legnagyobb feladatokat, ö, ö, vagy a legnagyobb részét a történetben a mentorok képezik. Tehát azok a szakemberek, akik, akik segítik, és minden körülmény nélkül, minden előítélet nélkül azon vannak, hogy a hátrányos helyzetű fiatalt kiemeljék. Tehát nekem is ilyen mentorom volt ö, ö, számos, az összes tanárom, aki, akivel kapcsolatban voltam, ilyen mentorom volt, ö, ö, nélkülük sem sikerült volna. Tehát a mentoroknak iszonyat nagy szerepe van. De mentor nem csak tanár lehet, hanem akár hozzátartozó barát, aki, aki, aki szó szerint, mintha egy szánkóra ráültetnének, és húzna. És akkor is húz, hogyha nincs hó, pedig nem csúszna. De azért csinálja, hogy előre juss a célodba. Tehát ilyen emberek nélkül nagyon nehéz ahogy kutattam utánad, láttam, hogy te is zenetalkozatos voltál. Igen. Mi, miért erre indultál el, mi volt ennek az oka? Ö, 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 <laughs> Tudsz érdekelni? Igaz, igazából, igazából, <laughs> igazából nem. Igazából nem. Én a... a, a... A Kápolna, hát egy pár utcával fejebb volt, tehát területi szegregáció volt, van is még mindig karcogon, tehát nem csak karcogon, hanem szinte az összes városban így van, tehát a lakóhely szerinti kerület alapján osztanak fel, hogy melyik ö, ö, óvodába, általános iskolába hmm. ö, tartozhatsz, vagy járhatsz, és így hát ö, a, egyértelmű, hogy a cigány telep a cigányiskola. Tehát nem véletlenül így hívták az alsó tagozatát, meg a felső tagozatát se. Tehát én a B kerültem be, de akkor Janú Valéria, ő volt az a tagozatos tanár a, a, a felső iskolában, vagyis felső éves, vagy felső tagozatban, mondhatom így, és mindenkit felállított. Ével én gondolom, egy eleve, egy teljesen új közeg, semmiről nem tudunk, és mindenkivel egyesével felállsz, és akkor énekelni kellett egy lát. És akkor kicsit olyan, tudod, olyan, olyan jellege volt, mint, a, mint a, a, a lágerekben, most bocsánat a, a csúlya a, a hasonlatért, de egy kicsit ilyen, és ő, 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 ő próbálta összerakni a kórust, Aha. nem volt elegendő, és akkor mindent ö, ö, osztályba bement, meg, megnézte azt, hogy ki az, aki tisztán, önmagától, semmi képzettség nélkül egy ö, ö, lát, ki tud énekelni. Jó hallás. Igen, ne? igen, És aki ki tud énekelni, na, az ment az éjosztályba, és akkor így lett a, a vegyes Nálunk egyébként általánosban ez az énekórán volt itt, tehát hogy uh -huh. konkrétan feleletni, a fel kellett állni egyedül, és énekelni a többiek előtt valami, nem tudom, névdalt, vagy ilyesmi, nem csak egy lát, hanem, hanem egy névdalt. Aki nem tudott énekelni, az megszégyenült konkrétan. Igen. Tehát egy por, a többiek előtt nagyjából ez történt. Én például ilyen voltam, aki porigéget a többiek Tudni előtt. A, kórus szerintem jó, 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 persze a próbák azok, azok kemények voltak, mert, mert tényleg kellett teljesíteni, de, de maga kórusbének állni, nagy buli volt. Ez tényleg, amikor lementünk, és a versenyekre is, na, amikor meg is nyertük, tehát az, az, az szerintem ez egy, 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 fantasztikus dolog volt. Tehát nekem azért kellett kórusra járnom, mert annyira hamis voltam, hogy ott majd talán a hallás, mert ezt mondta a tanár, hogy <laughs> <laughs> egész a indultunk. De hogy amikor te ezt tapasztaltad, hogy jól tudsz énekelni, akkor nem csábultál el egyébként a felé? Tehát, hogy nem, nem vittel ez, ez, a vonat más felé? Nem, abszolút. Annyira, annyira azért nem énekeltem jól, meg nem is itt nem tudtam volna maga magam elképzelni. Képzőművészetbe akartam, igazából én jobban szerettem rajzolni, de hát akkor Judit néni megmondta nekem, hogy Józsi, ilyen fogsz halni. Tehát szép dolog, hogy rajzolsz, meg jól is rajzolsz, meg tehetséged megvan hozzá, és valószínűleg, hogy, hogy egy, egy, profi képzőművész lehetnél, de ne akarj lenni. Tehát ez legyen a hobbid, keress egy jó szakmát. És az rajzolsz, festesz? Nem, 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 abszolút Nem. nem. Figyelj, ugye, ahogy így olvasgattam, meg hallgattam ugye a beszélgetéseket, te ügyvéd akartál lenni először. Ezt miért vetetted el? Nem vetettem el egészen középiskolá végéig, amikor a felvételét beadtam. Tehát ő, én ötödikes, hatodikos lehettem, amikor először elkezdtünk tanulni az ókori görög és római történelemről, Hát én beleszerettem, tehát azóta is a, a, a rabja vagyok. És akkor onnan e, jött, hogy akkor e, javaslatra is nyilván, hogyha ennyire szeretem, meg az irodalmat is szerettem egyébként, hogy akkor, akkor, lehet, hogy egy ilyen, ilyen reál útvonal elindulni, és akár abból egy ügyvédet kihozni, és akár foglalkozhatnék cigányügyekkel is. De, de hát ugye a mentor közbelépett Zsuzsa néni, aki a középiskolai biológia tanárnőm volt, és ő orientált át a természettudományok, főként a biológia felé, és, és így lettem. Középiskolásként elkezdtünk egy ilyen saját kutatási projektbe, nyilván középiskolai szinten, de egyetemi szintű tudásanyagot is belecsempészve kezdtünk el foglalkozni. Több verseny is részt vettem, viszonylag mindegyik jól sikerült, annak ellenére, hogy az elsőket nem igazán vettem komolyan. Nyilván nem a legjobb téma volt, az állat és növény világ tőlem eléggé távol áll. Annak ellenére, hogy belinkverték az egyetemen, és mondhatom azt, hogy a legnehezebb szórótárgyaink az mind a, a növényrendszertan és állatrendszertan volt, meg az állatanatómia, de, de ettől függetlenül nem volt, és soha nem is lesz a kedvencem. 10, 15 éves voltam, amikor úgy elkezdtünk foglalkozni egy sokkal komolyabb tévával, hogy ez a drogprevenciós drog kutatás témán belül volt lehetőség egy ilyen középiskolás pályamunkát összerakni, és itt 15 éves fejjel elkezdtem foglalkozni a kannabis idegi lettani mehatás tehát az osztálytársaim mind azt mondták, hogy Júzsi beteg vagy. Igen, de én jól éreztem magam benne, szerettem, amit csináltam, és abban az időben volt a drog nem? Tehát hogy akkor még nem volt annyira elterjedt a droghasználat, mint most. <laughs> nagyon. Sok, tehet, leg... de akkor robban be, igazából a 2000-es évek elejéről beszélünk, tehát maga a használat, mint lehetőség, az már nem kiváltság volt, mint ugye a 2000-es éveket, vagy a rendszerváltás előtt, tehát tényleg csak a nagyon tehető emberek. Nyilván itt volt Magyarországon, mert nem mondhatjuk azt, ez egy, ez egy több évezredes kultúrára visszatekintő, vagy a különböző kábítószereket nézzük, mint a kokain például, vagy hasonló szintetikus kábítószerek, de, de csak a tehetősek. Tehát a rendszerváltás után azért már, meg a 2000-es évek elején meg már szinte majdnem mindenkinek elérhetővé vált. Ettől a pillanattól kezdve megjelent minden szórakozó helyen, minden kis közösségben, nagy közösségben, mindenhol is, és utána ugye kétszer 9-10 környékén volt az, amikor igazán megreformálták itthon a drog Mm. politikát és az ellenőrzést, na, és akkor utána próbálták visszaszorítani. De ott, ott, ott az első évtizedben ott, ott, ott nagyon a fényévét Mit láttatok a kutatás során a, a cannabisban? Mert ugye azóta a füvet legalizálták Amerikában például, tehát hogy ti akkor mire jutottatok a, a kutatásatokkal? Nekem a központi ö, ö, témája maga egyrésztről az volt, hogy felmérjem azt, hogy mennyire elterjedt a használat. Mi az, amit ismernek? Ugye, amikor megcsináltam az első felmérést, ebből csináltunk egy nagy statisztikai mérést, és amikor meglett az analízis vége, azt az eredményt kaptuk, hogy a legelterjedtebb, annak ellenére, hogy minden szintetikus szemét is elérhető volt már, még mindig a marihuana. És a a, a, a fiatalok, mondom, itt ugye 14-18 éves korosztály volt a, a célcsoportom, név nélkül teljesen anonim módon töltötték ki a, a teszteket, és azt az eredményt kaptuk, hogy a marihuana a a sláger. és akkor erre építettük rá, és elkezdtünk kutakodni a témában, és akkoriban volt ugye 96 környékén, és ö, ö, utána való években kezdtek el igazán, vagyis akkor publikálták a, a belső endokannabinoid rendszerünket, tehát rájöttek a a, a, a korábbi kutatótársaim, hogy ö, van egy boldogság központunk, ez a belső endokannabinoid rendszer, ami pontosan ugyanúgy működik, ö, mint a, 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 kicsit mondhatom azt, hogy a boldogság hormon a dopamin. Tehát, hogyha ha valami akár pozitív stressz, akár öröm, akár, akár, akár sikerélmény hatására beindul ez már, a... Ha... ha már nézzük a kiadónak a nevét. <laughs> <laughs> Aká, akár ez, a, ez a sikerélmény, nem csak dopamin felszabadulása okozza az örömet, hanem rájöttek kutatók, hogy van egy saját kis rendszerünk, ami ugyanúgy működik, mintha elszívnál egy füves cigit, de nem okoz. Függőség? Pszichok Nem, nem pszichoaktív hatás, tehát ah. tudott módosító hatás nincs. És ugye a későbbiekben jöttek rá, hogy ez miért nem. Ugye a kannabisz növényben több mint 130 féle fitokannabinoid van, ugye a növényi eredetű hatóanyagokat nevezzük így, ebből egyetlen egy, amit eddig ismerünk, ami pszichoaktív tudatmódosító hatással bír, ugye ez a THC vagy Delta-tetrahidrokanabinoid, tetra, delta és ugye azért először nem tudtuk, hogy miért történik ez a pszichoaktív, és miért csak annak a vegyület hatására. Végül rájöttek, hogy az agyunkban lévő CB1 hoz bekapcsolódva A receptor ez egy olyan, a sejtet, hogyha elképzeled, akkor olyan, mint egy tükörtojás adott, uh -huh. amit megsütsz. Uh -huh. Ha meg tudsz, te megtudsz csak. Ne, megtudok, igen, egy tükötőet azért az nem fog ki rajtam. Igen. <laughs> és ha eh, picit megégeted a, a, a szélét, akkor látod, hogy ott az a barnás kis réteg ott mm -hmm. van. Tehát az a, azt vegyük úgy, hogy ez a sejtfal. Vagy a kettős ö, 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 membrán réteg, foszfolipid ö, réteg, és ugye azokban ülnek egy csomó dolog. Köztük receptorok is. A receptorok olyanok, mint a házon az antennák. Tehát, ha van, te vagy mondjuk a Telekom hálózat, sugározó jelet, és akkor mindegyik házon van egy antenna, és te vagy a fű. De mindenkinek van hogy mit Hát Ki más lenne a fő ha nem jön. Van. <laughs> Kiküldöl a jeleket, mi vesszük, és az alapján cselekszünk. Tehát uh -huh. nyilván cselekszünk, tehát megnézzük az adást, ha szeretnénk. Ha nem szeretnénk, akkor is megnézzük, mert nincsen Mert sokáig így, így, így van. Tehát maximum kikapcsolód. Ha kikapcsolód, az azt jelenti, hogy már nem a el, Így legyen. van a sejt ö, ö, esetében, de normál esetben így működnek a receptorok. Tehát ö, ez egy adóvevő funkció, amivel kommunikálnak a sejtek egymás között, és kapják az információt, megkapják az Utasításokat. Tehát ehhez a receptorhoz tud bekapcsolódni a THC, egyedül a THC. És mivel ez a bekapcsolódás folyamata, tehát a THC, az azt jelenti, hogy be tud kapcsolódni egy receptorhoz, hogy pont ugyanúgy néz ki, tehát a kulcsállelmélet alapján eh, csak oda tud, más nem tud, csak ő. Tehát hiába jön a másik molekula, nem tud, nem illeszkedik uh -huh. bele. Tehát olyan, mint a dominó, vagy a kirakó, bocsánat. És csak Tehát az az passzol, csak az passzol. És rájöttek, hogy eh, ahogy bekapcsolódik, amilyen sebességgel, nagy affinitásnak hívjuk, létrejön a pszichoaktív A többi molekula nem tud vagy még nem tudunk róla. És ugye így nincs én, is a többinek pszichoaktív hatása? vagy... Abszolút nincs. Pontosan emiatt, mert nem tudnak bekapcsolódni. Szabályozni tudják a receptort, de bekapcsolódni nem tudnak. Tehát emiatt nincs pszichoaktív hatás, ezért nem bír az összes többi fitokannabinoid, amiről tudunk, tudatmódosító hatással. Tehát ezt a rendszert, ugye, ezt az endokannabinoid rendszert 96-ban már publikálták, és azt követően egy nagyon sok egyéb publikációk Köztük, például itt a, a, a Szigony utcában, ugye az agykutató központban, Frajt lehet József kutatók, neves kutatók, ugye agykutatók, akik e, e, foglalkoztak az endokannabinoid rendszerrel, meg a CB1-CB2 receptorral, és ugye ezeknek a működését, hatásmechanizmusát, tehát mit, hogyan, hol szabályoz és miért, ezeket próbálták e, e, úgymond e, kideríteni, ugye állatkísérleteken, állatmodelleken keresztül, főként patkányokat használva, tehát mesterségesen létrehozott, mielőtt bárki belekötne, tehát ezek állatmodellek, és nem szenvednek, mm -hmm. és ez, ez, mesterséges úton létrehozott, tehát nem Isten által lett teremtve, tehát mesterségesen ki, kizárólag a kísérletezés nem szenvednek, tehát ez fontos hangsúlyozni és ezen, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos eredményeket publikáltak, és ugye ez felkeltette nekünk a figyelmünket Zsuzsa nénivel, és akkor Eküri elkezdtünk vizsgálódni, és a, a dolgozatomnak a magja az a belső endokonabinoid rendszernek a megértetése, lett ö, ö, igazából a, a, azzal a kis közöggel, közönséggel, akinek ezt előadtam. És el, erre épült a tudományos munkám, és ehhez jött még hozzá a statisztikai kutatásom, felmérésem, és így raktunk össze egy nagyon jó dolgozatot. Nyilván ott szó volt történelmről, ugye a több, ezeres, ö, több ezer éves múltra, azért már az Ukrajna Egyiptomban használták a marihuánát. Tehát itt a több ezer éves ö, 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 múltra visszatekintően is adtunk egy ö, ilyen mi igazából irodalmi uh, irodalmazás, vagy irodalmi kutatás is volt ebből, és így állt össze, és itt 2006 a 2006-ban a Tudok, ez egy uh, olyan verseny, amit... Uh középiskolásoknak, vagy már ugye a középiskolában ilyen tudományos jellegű kutatásokkal foglalkozó diákoknak a megmérettetés, alól különböző szekciók vannak, ugye nem csak a természettudomány, hanem a, a történelemtudományoktól kezdve minden van, és ott a szekció, a, belül a természettudományi szekció, mellő az élettudományi szekcióba kerültem, és akkor a, az országos felsenyen nagy díjas lettem, tehát az első díjas is meg, megelőztem, és akkor innen jött, hogy, hogy nagyon sokat kellett hozzá tehát egyetemi szintű tudást, neurobiológiát kellett 15-16 éves fejjel megértenem. Egyedül nyilván nem tudtam, tehát ez volt segítségem. Felső éves hallgatók, tehát egyetemi hallgatók is segítettek abban, meg a, a, a Suzanini is, hogy hogy megpróbáljuk ezt az én agykapacitásom le leredukálni, és úgy, hogy megértem. Mert nyilván ott, ott készülni kellett, hogy amikor prezentálod az előadást, ott azért érzékelni kellett, vagy, vagy érzékeltetni. Kellett, hogy, hogy, nem egy. De ugye is kellett adni, nem csak be persze, kellett adni, nem akkor ki a színpadra, és elő kellett adni, amit ah. ott, ott számítani kellett, hogy akkor az előadás végén jöttek a kérdések a szakmai zsűritől. És nyilván arra volt a kíváncsi, hogy mennyire saját a téma, nem csak az, hogy a, a megírta, és akkor beadjuk. Meg így van, a te meg, te meg előadod, és akkor nagyon happy vagyunk. Nem, ott azért ott a zsűri a konkrétan, tehát, tehát megizzasztott nagyon keményen, de álltam a sorat. Tehát rengeteget kellett hozzá tanulnom, és úgy beérett a munka gyümölcse. És akkor jött, hogy hát a a régi vágyamat ugye feladni nem akartam, mert azért, azért csak egy gyerekkori álmom volt, megjelöltem az elsőjén a, be a jelentkezésnél az ügyvédi. A, a, a arra. De a jogi karra. De az érdekes, hogy Isten keze ott volt, mert ugye én még a régi rendszerben, a 120 pontos rendszerben érettségiztem, nekem 120-ból 117 pontom volt, tehát majdnem nem maximális, úgyhogy én nem jártam külön tanárhoz, nem volt lehetőség, meg is tudtuk volna fizetni, tehát nem volt még akkor nyelvvizsgám. Mindent a saját kultfűmből. És ö, ö, akkor a versennyel kaptam 8 pluszpontot, vagy 10-et kaptam, nem tudom pontosan, és abban az évben az Oktatási Minisztérium, mert ez volt az első ilyen megméretetés, az Oktatási Minisztérium nem, nem ö, ismerte el, mint hivatal, hivatalos akreditált pluszpontot. Tehát mint a nyelvvizsgánál, hogy kapsz mondjuk x, nem tudom, 5 vagy 10 pluszpontot, ennél is járt volna, és nem ismerték el. Pont az a pluszpont hiányzata ahhoz, hogy felvegyenek a jogihoz. az. Tehát bekerültem volna. Mert azt hiszem, hogy 125 vagy pont volt akkor, nem tudom. Tehát, tehát pont, pont a határon lettem volna, és nem kerültem be, de hála az Istennek, hogy tényleg nem így volt. De viszont a, a, a biológia szakra bejutottam, Debrecenbe a természettudományi karra. Érdekes, hogy ott is még azért elég komoly volt akkor a színvonal, mert a 120 pontból 116 ponttól vettek fel nekem, mm -hmm. mert pont úgy volt, hogy felette voltam egy. Pont, pont, pont beugrottam. Pont beugrottam, igen. E, e, Hát kemény volt azért, ugye katedrál, én már Zsuzsa néni minket azért bevitte, mert akkor csinálta ő a, 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 a tanári diplomáját még külön is bevitt minket néha az egyetemre megmutatta, de úgy konkrétan élesben, hogy ott ül a katedrál minden a hallgató is ott tanár, az, 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 még nem volt, és akkor az első előadáson során nem felejtem, hogy állatanatómia volt, beültem több mint 220 diák közé egyedüli cigányként, első pancsorban, mert nem volt sehol hely, az úgy, fú, mert az, az adrenalin fent volt, és mondom, úristen, mit keresel itt, és amit keresni való, itt túl, ez a... De volt egyébként a félelmennek a lapja, tehát neked valahogy is beszóltak-e miatt, hogy cigányként mit keres az egyetemen? Nem, az soha nem. Tehát, ott, ez én is ott, ezt ott, gondoltam. Ott, ott, a, a nagyon kellem. Nekem a Debreceni Egyetem egy nagyon kellemes csalódás volt. Jó, persze volt néhány idióta, aki, aki bocsánat, hogy így mondom, aki éreztette velem, nyilván nem merte kimondani a fizikum miatt sem, ö, ö, de, de éreztette vele, így, így van, így van, de, de alapjában véve mondhatom azt, hogy nagyon pozitív csalódás volt az egyetem. Tehát soha, mindig arra volt a büszkék, hogy igen, amikor szóba került, volt, hogy szóba került, hogy mondták, hogy több büszkék arra, hogy tényleg eh, eh, honnan indultam, és, és ott vagyok köztük, és, és mondom, hogy 220-an indultunk a, az alapszakon, hogy én már a bolonyai rendszerre kerültem bele ami egy katasztrófa volt akkor, mert ugye a régi osztatlan képzés alapján ö, kezdtek el minket oktatni. Nem tudták, hogy mit csináljanak. Tehát most egy öt éves képzést bontsanak szét, három plusz 2-re, amit nem volt idejük elegendő idejük sem felkészülni meg a, a, a tanároknak sem. tehát minket elkezdtek oktatni a régi rendszer szerint. Tehát mi három évben bekaptuk azt, amit az előző évben ö, kemény volt, tehát mindig mondták a felső úr, nektek nincs szigorlatotok, hát mondom basszus nekünk nem vizsgánk egy szigorlat. tehát nekünk egy, év alatt lenyomták a három fél éves tananyagot, és akkor szóval, amennyit a tanár el tudott mondani az előadáson, oké, okay, a többi ja. Itt van ez a könyv, ez a könyv, ez a könyv, tehát úgy kezdtük a irodalom, és akkor ilyen stróc köteg, főleg anatómiához, említett a három anatómia könyvünk, az így volt, és akkor nekünk egy fél év alatt így, így letoltuk. Nyilván eszméletlen mennyiségű tudás kellett tananyagot elsajátítani, tehát én azt hittem, meg hittük azt, hogy, hogy már bekerültünk az egyetemre, hogy milyen profik vagyunk, tudja az első két előadáson így érzékeltették velünk, hogy amúgy hogy semmit nem tudtok, és, és ez, ez így a, ez a koppanás, tudod, hogy nem csak én, aki nem egy elitiskolából került be, hanem az elitiskolából bekerülők koppant is koppantak. így, van, a részben, így igen. van, tehát ez már olyan szintű tudás és mennyiség, nem csak a tudás volt szó, hanem a mennyiség, amit el kellett sajátítani. Tehát 220-an indultunk, a végén Időben 45 vagy kb. 50 hallgató volt az, aki elvégezte időben, mert mindenki csúszott. Tehát ott egymás épülőtantárjaink voltak, és ha első félében nem teljesítetted, akkor csúsztál, csúsztál, és akkor mindenki egy évet, igen, és húztad magad után mindig a szóró tárgyakat, és vagy sikerült befejezni időben, vagy nem én még emlékszem, hogy vizsga, uh, ugye a záróvizsga előtt egy még, 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 vizsgáznom kellett, hogy az a kreditem, a pont a kreditszám De azért látom, hogy élvezted, látom Igen. rajta, azért nagyon ezt jó, írtad. volt, nagyon jó, nagyon, jó, volt, meg kellett tanulni ugye magát, a, 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 tanulási szokásaimat át kellett reformálni, adaptálódnom kellett ahhoz, hogy milyen is, amikor egy ilyen közegbe uh, nagy mennyiségű tananyagot gyorsan be tud magadba szívni, aztán lehet, hogy a 90 át elfelejtesz, hogy biztos, amit nem használsz. Ö, kemény volt, nagyon kemény volt, de, de de mégis jó volt. Tehát én élveztem, soha nem tapasztaltam azt, hogy mondjuk engem a származásom miatt, de igazából sokkal feketébbek voltak ott, mint én. Mert amikor belentem, akkor már 2000. Eh, 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 mikor voltam? Négybe, 2004-ben voltam először, akkor még csak Zsuzsaninivel, tehát én féltem bevenni az egyetem, hogy milyen mindenféle uh, kraszból, uh, raszból származó uh, hallgató volt, és akkor ez egy kicsit ilyen, ilyen igen, előre. hogy itt, 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 nem kell, tehát nagyon vegyes a, a vágott, <laughs> mint a vecsési, tehát volt ott minden, ha. mindenféle, nem, nem, volt, tehát nem volt, és jó volt, amikor már nekünk ugye a, a PHD alatt oktatni is kellett, akkor viszont például a külföldi oktatóink között mindenféle nemzetiségű volt, tehát ott, ott meg igazán, és akkor még az, az volt, is, múltik, volt Igen, igen, viccelődtem is velük, hogy na, akkor most teket egy cigány fogta itt. <laughs> <laughs> Oké, egy kicsit térjünk vissza a gyerekkorhoz, mert érdekel engem valami. Ugye saját bevallásod szerint rossz gyerek voltál, ráadásul nyilván a, 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 ahonnan jöttél nem volt minta, és nyilván nem a tanulás volt az elsődleges szempontja a fiataloknak, a gyerekeknek, egyébként nem csak a cigánsoron van ez így, hanem sima, tehát a hétköznapi életben sem. Mi volt mégis neked az, ami motivált abban, hogy te ezt így végigcsináld, és nyilván ez már az is egyébként kiadott, mert ennyit tanulni egy rossz gyereknek egy kínszenvedés lehetne, de hát látom, hogy te élvezted valójában ezt. Tehát mi volt az a vezérfonal, amit esetleg, hogyha a nézők között van olyan fiatal, akinek vannak ambíciói, de mondjuk a, a, a természete nem arra viszi, hogy akkor ő tanuljon, mi az, amit el tud tőled sajátítani? pont nekem, én mondtam azt, hogy szerencsés voltam, és át tudtam a, a, a hiányt, a nincstelenséget formálni egy pozitív dologra. Tehát azért küzdeni, hogy legyen. Tehát itt szó szerint egy kicsit azt mondhatom, hogy a, mint az éhezők viadala Tehát a túlélésért küzdesz, és túlélés lehetősége, hogy kikerül, hogy megnyert a versenyt, mint az éhezők videadalában is volt, ugye. Itt hogy megnyerd a versenyt, ahhoz végzettséget kell szerezned. Tehát, Tehát... csak azért is? Csak azért is. Tehát benne már, már ilyen hat, hat éves koromban kialakult az a tudat, hogy igen, csak azért is. És egy kicsit úgy a, a úgymond a többségi társadalom, vagy magyar emberek, ez egy hülye megfogalmazás, tudom, hogy cigány és nem cigány, vagy többségi társadalom és kisebbség. E, sajnos erről kell beszélnünk, de, de mégis a többségi társadalom óra alá dugni, hogy hát itt vagyok, és akkor... És akkor tessék. És akkor mégsem kalap az a kalap. Tehát volt ez is, meg, meg, meg nyilván a, 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 ami motivált igazán, hogy a szüleim büszkés, büszkék lehessenek rám. Tehát, tehát tegyek le úgy az asztalra valamit, hogy az maradandó legyen. Azt is mondtad, hogy volt benned két el. Rengeteg rengeteg. Tehát... Ezt. és ezt hogyan küzdötted le a két elj? Tehát mi, mm -hmm. volt, mi volt az, ami, ami a csak azért isen kívül azt mondta, hogy csinál tovább, vagy hogy te erre képes vagy? Hát a hit, a hit ami, ami ugye az én most így a vallástól tekintsünk el, de Arról az, Arra az majd isten... egyébként beszélni mm -hmm. a vallásra, azt tudom, hogy később jött az életedbe mm -hmm. aktívan. Tehát az is. Tennel való kapcsolatom egész személyes jellegű, tehát mindig valahogy kaptam egy olyan útmutatást, útbaigazítást az életemmel, ami alapján még a legrosszabb helyzetből is azt mondtam, vagy azt éreztem, hogy oké, okay, nem kell tovább. Tehát soha nem volt az, hogy, hogy, hogy na most vége. Tehát volt bennem olyan érzés, hogy vége, de mindig jött valami, hogy nem, itt még nincs vége, és nem adhatod fel, és menni kell, és csinálni kell. Tehát... tehát ö, ö, Nyilván ezeket a, a, az útmutatásokat úgymond megérteni nem mindig tudja az ember, vagy csak utólagosan érti meg, hogy ez egy útmutatás volt, és teljesen mindegy, Isten, vagy kis piros labdának, vagy, vagy, vagy vallásnak, nem vallásnak hívjuk, ö, ezek az útmutatások ott vannak, vagy a kezének, teljesen mindegy, ott voltak. És mindig jött egy olyan személy, vagy történés, vagy esemény az életembe, ami alapján azt kellett mondjam, hogy igenis kell folytatnom, és nem hagyhatom abba, mert uh -huh. nem itt a vége. Uh -huh. Hogyha már Isten szóba került, hogyha jól számoltam, akkor 23 éves korodban ö, lettél hívő? Nem azt mondom, hogy hívő Vagy lettem, találtad, hanem találtad ak meg ak akkor igazán. Én már, én már ö, egész fiatalkoromban találkoztam magával a, a, ugye a katolikus egyházzal. Tehát római katolikusként voltunk megkeresztelve, és az akkori ott szolgáló atya, János atya, ő, a, ő ilyen, hát ilyen cigány missziót végzett egyébként. Mi nem tudtunk még akkor, hogy létezik ilyen fogalom, most már van ilyen, hogy cigány misszió, ugye? És ő azt csinálta, hogy mindent félretett délutánunkként, és volt egy időszak, amikor nem tudom, délután kettőtől délután négyig, ott lehettünk, beengedett a templomba, a történeteket mesélt nekünk vajas kenyeret, zsíros kenyeret tehát nem értettük, hogy miért csinálja ezt. Én most már azért tudom, hogy azt nem szerette volna, hogy elkajlódjunk, vagy, 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 valami rosszba kerüljünk, vagy akár illegális dolgoknak a, a, a szereknek a használtát elkezdjük, tehát próbált minket... Neked és nem is meg téged ez az életvitel? Tehát nem, nem volt az szó, hogy akkor neked dönteni kellett, hogy akkor most a nem, jó vagy a rossz Abszolút nem, Tehát tehát legyen szó drogról, alkuról, bármiről, tehát soha nem volt az kérdés, hogy hogy, hogy nekem engem válaszút kell állítani. Tehát én például az egyetemi, egyetemi híveim alatt <kül> egyszer nem tudtam elmenni bulizni. Tehát nem, én ugye nem voltam kolis, nem tudtam kifizetni eh, az albéletet, abszolút nem tudtam kifizetni, tehát én minden nap karcak Debrecen bejárás, tehát hajnalba keltem, este értem haza. Hmm. Tehát olyan hétvégén ültem egyáltalán, hogyha... Ha, ha, Tudtál ha aludni. Is? Aludni, igen, <laughs> meg még mellette tanulni, tehát nekem nem, öt, öt, öt év úgy elment az életemből, hogy én egyszer nem voltam buli. Talán egyszer voltam a, a, a Gólya tábor után talán egyszer voltam el egy közösen a csoportársaimmal, de ennyi. Tehát az öt év alatt rengetegszer hívtak, mindig mondták, Józsi, maradj már, gyere, de no, basszus, nem tudok. Meg hát ugye anyagilag se álltam, úgyhogy elengedhessem magam. Tehát én inkább azt mondom, hogy egyetem után De, de ezt persze, akkor, hogy a nem állsz hát, jól? elég ciki volt. Tehát úgy nyilván tud, tudták, meg tudták, hogy, hogy én nem az a a, nem abból a közegből származom, ahol tejbe aprítunk mindent, vagy tejbe fürdünk, de, de, de igen, rossz érzés volt. Tehát bennem volt az, hogy igen, és mellett ugye az egyetem mellett nekem dolgoznom kellett folyamatosan is. Tehát laborasszisztensként kezdtem el dolgozni 2009-től már úgy, hogy közben a, a mesterimet még, még aktívan csináltam, de én 8 órát dolgoztam a laborba. Ö, ezt is úgy tudtam, hogy egyszerűen a tanáraimmal, az oktatóimmal megegyeztünk abba, hogy a, 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 a kötelező órákat is néha kihagyhatom, hogyha a munkám ö, ö, úgy kívánja. Tehát a munka volt az erősebb kutya. Most megmondtam őszintén, tehát mondtam, hogy nekem ez a megélhetés kérdése, a fenntartás maga az egyetembefejezésnek a kérdése, és így megértették nyilván a kötelezőket, a gyakorlatokat meg kellett csinálni, ott nem volt, ott a munkahelyem engedett, de a legtöbbén ugye az, a, az oktatóknak kellett. És volt olyan előadásom este képzésem alatt, hogy egyszer nem találkoztam a. a vagy nem voltam bent az előadáson, hanem minden tudulatosan kellett saját kultúrból. jegyzetből. Így van, nem. elkértem, és akkor minden tudulatosan kellett feldolgoznom. Ami sokkal nehezebb volt, mert mert a, a, a magyarázatok, az értelmezések az ott hiányoztak. De meg, meg tudtam csinálni, nem baromi nehéz volt a mesterképzésem, így sokkal nehezebb volt mint az alapképzés. Ú, nyilván nem volt egyszerű, rossz volt, rossz volt, mert nem ilyen... <kül> Sorsra vágyik egyik gyerek sem. Tehát, tehát a pont a legjobb időszak, amikor amikor az egyetem és a bulizás meg a, a minden az amerikai film, ugye? Pont pont azt A az <laughs> ma május Így van, így, így van. <laughs> tehát, tehát nekem ez abszolút kimaradt. Ami rossz volt, mert rossz volt, de, de utána már amikor egyetemen túl voltam, nyilván már volt rá lehetőségem. De az meg nem olyan. Tehát az az idő, akkor kell megélni. Az, és már, az ez, már a borozós nyugis időszak. Így van, tehát, tehát ez mindig ott lesz az ember életében, amikor valami hiányosság, vagy érzelmi sérülés van, az mindig rányomja az embernek a, az életére a bélyegét. Leggyakrabban ezért alakulnak ki a pánikbetegségek is, ugye például, vagy a különböző szorongás, depresszió, vagy, vagy ugye a droghasználat, az alkoholhasználat, tehát minden ilyen függőség ez, ezek miatt alakul ki. Rányomja a bélyegét. Nem volt egyszerű. Tehát, tehát visszakanyarodva Istenhez, a, az életemben már ott volt egész fiatalon, ugye, János atya által. Tehát én, aki a képzőművészetet már akkor is imádta, tehát a római katolikus templom, hogy vonatkoztassunk el, hogy mennyire jó az egyházod, nem te maga a templomok, azok szerintem a leges, legcsodálatosabb alkotások, amiket én nem vagyok Mária imádó, tehát <laughs> hogy csinálod, ha így bele kell menni. Én nem bálványokhoz imádkozom, de akkor is, hogyha bemész, azok a freskók, azok a gyönyörű faltmesmények, tehát a, a templomba Parómi hideg volt, szétfagytuk, mindenünk átfagyott, de ott ülni a hideg lóceán és nézni a képeket. Meg ugye akkor még nem tudtuk, hogy miért vannak keresztre feszített ember, borda közt vérzés, meg ilyenek. Tehát nem értettük. Igen, <laughs> igen. Aztán, aztán ugye a, a Biblia. Uh, a külön adott bibliórák, amit a János atya adott nekünk, azáltal megértettük, és úgy az, az, az nagyon jó volt. De igazán az életemben, amikor a Szakkuliba bekerültem Debrecenbe, hogy ez a Váli István református... Ö, 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 ö cigány szakkollégium, igazából itt ez egy speciális szegregáció, amit mondtam a lehetőségek között is, ugye, tehát itt konkrétan lehetőséget, ösztöníjat, lakhatást adnak a cigány fiataloknak azoknak, akik felsőoktatásban tanulnak, tehát felsőfokú szakképzés, főiskola, egyetem, vagy pedig a doktori képzés. És ugye itt, itt van egy külön képzési rendszer, külön órák vannak, hétvégék, külön képzések, külön kurzusok, amiket ugyanúgy el kell végezni. Tehát ez nem az van, hogy csak ingyen odaadják. Ezért keményen meg kell dolgozni, tanulni kellett ott is egy külön képzési rendszernek, tényleg olyan, mint a fő mellett egy alszakirányt megcsinálna, És ugye ezt minden minden évben ott is változott a képzési rendszerek, a képzések, és így volt, de cserébe ott volt a Koli, ment laktam, és ugye akkor kerültem igazán közel, mert ugye református szakkoli lévén a, a hitoktatás ez kötelező volt. Az egyik alapírója volt, tehát az Isten Tisztelet Biblióra. Én fogalmam nem volt a református egyházról, tehát azért merőben más, mint a, 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 a katolikus, tehát a letisztult egyedi e, 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 semmi túlzás, és a, 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 az egyszerű ige hirdetés, tehát a, a a Míg a katolikusnál ugye a 80%-et nem értettük, mert latinul vagy görögül beszélt a, az atyánk, de itt azért értettük. Tehát magunk már azért felnőttebbek voltunk, és, és annyira megérintett az az egyszerű tanítás, amit ugye Tóth József, ő, ő is. Ez pedig sokkal egyszerűbb volt nekünk, mert ugye Tóth József ő, ő Magyarország első cigány végzett református lelkésze, és ő oktatott minket a későbbiekben, amikor ő, ő, elkerült onnan, akkor Mihály Szrihi, Ricsi ö, ö, vette át a helyét, de mind a ketten annyira jó lelkipásztorok voltak, és annyira ö, a, a, mi felgyorsult, modern, új életünkbe tudták áthelyezni a, a, a kőkemény bibliai tanításokat. Tehát értelmet nyertek, és olyan jól tudtak prédikálni, hogy, hogy, hogy azt nem lehetett figyelmen kívül adni. Tehát bármennyire is, vagy se, hogy így mondom, tökös fiú vagy, vagy srác vagy, vagy belevaló, itt, itt ezt nem tudtad figyelmen kívül hagyni. Tehát Eltört akkor, a így, így, van. Tehát, tehát, nekem annyira jó volt, hogy akkor éreztem először, hogy megvan, hogy ami hiányzott amit kerestem. Tudtam, hogy ott van, Aha. De, de hiányzott mindig. Azért eh, akartam erről beszélni bővebben, mert azt tapasztalom, hogy a tudósok egy része azért nem igazán hisz Istenben, nem? Tehát, hogy vagy ezt mit, mit tapasztalsz Még, erről? Ugye mi azért a biológia legmélyebb szintjé, tehát molekuláris biológia, genetika szakon azért a legalacsonyabb, a legkisebb szintre, a molekuláris szinten eh, vagyunk, de mindig, ha eljutsz egy bizonyos szintig, akkor jön a kérdés, hogy oké, de az hogyan? És mindig van egy, 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 egy fekete lyuk, amit nem tudsz megmagyarázni. Tehát vannak rá elméletek, mert mindenre e, próbálunk reális elméleteket, összefüggéseket, leírásukat e, hozni, vagy e, kreálni, hipotéziseket ugye, e, létrehozni, és ezeket publikálni. De mindig van egy kérdés, hogy igen, de van egy pont, ahonnan nincs. Nincs válasz, és nem és csak feltételezés van. És uh, szerintem nem lehet, ugye Asten is uh, uh, megmondta, tehát uh, uh, a kettő összefügg, tehát a, 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 a tudomány ugyanúgy összefügg a, a vallással, és a vallás ugyanúgy összefügg a. a, a a, a tudománnyal, is kettő egymást nem zárhatja ki. Tehát itt harmóniába kell az egyensúlyt megtalálni, és megérteni azt, hogy van egy szint, a, amit az emberi elme már nem képes felfogni. És ez, ez az a természet feletti szint. Tehát én. Ö, természetesen ugyanúgy hiszek, én tudom, hogy van evolúció, tehát ha megnézzük, fejlődünk nyilván, de én a teremtést nem tudom kizárni. Tehát ilyen szinten én, hogy erre az oldalra, vagy erre az oldalra, tehát el kell fogadni az egyensúlyt. Én próbáltam ezt az egyensúlyt fenntartani, és fenn is tartom, tehát nekem ez az álláspontom. Nyilván nagyon sokan megvítózzák, vagy hoznak ellenérveket, ellenpéldákat. Ez mindenkinek a szubjektív döntése, kinek meddig Kik jut el a tudata ebben a kérdésben, tehát ezt egyszerűen megválasztani nem lehet. Szerintem az az egészséges, hogyha van egy, egy, egy reális, normális egyensúly. És ugye nekem az életem, amikor becsöppent, én akkor éreztem azt, hogy teljesi váltam, kiegészültem. És ez volt az a pont, amikor, amikor már éreztem, hogy van kibe, mibe kapaszkodnom. És a hit vakon is vezérel. Tehát, tehát ő, innentől kezdve már az, hogy nem járok templomba, vagy nem járok közösségbe, az nem jelenti azt, hogy nem hiszek Istenbe, hanem saját kapcsolatot tudtam vele akkor létesíteni, ami azóta is fennáll. Tehát ö, ö, lehet, hogy nem megyek el minden vasárnap, és nem is tudok elmenni a templomba, e, e, lehet, hogy nem hirdetem Isten ígéjét mindenhol, de a szívemben ott van, és nekem egy olyan erős kapcsolatot ad, hogy tudom, hogy a, a legnehezebb helyzetből is ő, ő tud csak kihozni. Tehát nincs alternatív megoldás, hanem ő tud. Hiába a tudomány embere vagyok, tehát ö, van egy szint, ameddig, igen, meg lehet. Magyarázni racionális érvekkel, vagy lehet azt mondani, hogy tudok előre jelez, jelezni, prediktálni akármit. Ha már a daganatról beszélünk, ugye amikor megkérdezik, hogy és akkor mennyi van hátra, akkor ugye a statisztika alapján az adott betegségnél, az adott daganatnál, az valami. adott stádiumban az adott összbeteg szám, ami van ott, vagy elérhető, vagy vagy az adott orvos fejében van, az alapján tud mondani ezt számot. De Igazából, szerinted kell mondani ilyenkor? Nem, nem szabad. Tehát ez is, ez is egy olyan kérdés, amire nem tudsz. Én azt mondom, hogy nem szabad, én soha nem szoktam ilyet, tehát attól függetlenül, mert ugye ott van Isten keze, és soha nem tudhatod, hogy, hogy volt olyan, akinek hat, hat hónapot adtak, és ért tovább három-négy csodálatos évet de nyilván arra három-négy évre rányomta a bélyegét. Tehát, tehát ez egy nehéz, nyilván az orvos hivatásból végzi, hivatásból csinálja neki ez a kötelessége, ezt el kell fogadni. Lehet ezt finoman tálalni is, nem mindenki szokta. Ja, az onkológia tényleg olyan, mint a vágóhíd, én sajnálom, Miért választottad egyébként a rákkutatás, mint olyat? Ö, amikor elkerültem Debrecenbe, én nagy reményeket fűztem ahhoz, hogy, hogy tudom folytatni a kannabis témát, vagyis nem is a kannabis témát, hanem a neurobiológia témát. Ö, nem tudtam. Ugye ahhoz Szegedre vagy Pestre kellett volna lemennem, vagy felmennem, ami, ami nekem az akkori lehetőségemhez mérten lehetetlen volt. Tehát azt hogy én bekerüljek Szegedre, nem is a felvételi pont számai alapján, hanem egyszerűen nem tettem meg magamnak. Tehát nem lett volna rá lehetőségem. Szeged és Pest ugye nagyon erős neurobiológiával. Nagyon szerettem volna ide Frajt Tamásik és Haller Józsiknak a kutató laborjába bekerülni. Ö, csodálatos lett volna, nem volt rá lehetőségem. Így maradt Debrecen. Tehát Debrecen pedig sok egyéb szempontból, vagy egyéb szegmenséből a biológiának volt erősebb, és ugye az egyik ilyen a genetika mm. volt, és így a, a mesterképzésem alatt inkább ugye a molekuláris biológia, genetika szakinájára e, mentem át, ami, ami ugye ilyen fejlődésbiológia, immunológia. Tehát ezeket a tudományokat egy hajszám választja le egymástól, de általában összemosódnak. Tehát nagyon sok az átfedés, tehát minden ilyen molekuláris dolgot, hogy nagyjából egy kalapba lehet tenni, csak szűkebb körre osztani őket, vagy specifikuson felosztani. És így jött az, hogy akkor, akkor molekuláris szinten maradunk, mert azt szerettem volna, nem szerettem volna állatokkal, növényekkel foglalkozni, és a, a genetika pedig inkább azt mondom, hogy az olyan eredetű betegségek érdekeltek, kezdtek el érdekelni, abszolút nem gyógyítható, vagy nagyon ritka, nem gyógyíthatóak, ugye Érdekelt, hogy miért, és miért nincs megoldás. És ugye a rák is az egyik ilyen. Meg hát ugye én, én is érintett voltam, tehát nekem volt egy jó a adenomán itt, hogyha megnézed a vállalatot, az oh. mm -hmm. Egy éves sem lehettem, és az akkori házi orvosunk, gyerek, házi orvosunk, hogyha nem vesz időben, nekem ez az adenoma elnyomja, a, a, a légcsővelmet is megfulladok. Tehát már egy éves koromban megműtettek. Ez egy jó indulatú daganat volt, de de már jött. A, a kezdetnél a téma adott volt. Így indultál neki. Így indultam neki. Egyébként ez genetikailag megjósolható? Tehát, hogy az, hogy most neked volt egy ilyen meg. problémád, az édesapádnak volt a daganata, tehát hogy ez egyébként valamennyire előrejelezhető. Meg, meg hogy ez a precíziós onkológiának hívjuk, vagy személyre szabott onkológiának, a konkrétan a te genetikai állományodat térképezik fel, tehát ezek ugye DNS-szekvenálásnak hívjuk, ez mit jelent magyarul? Ugye a Human Genome Project, ez valamikor a 2000-es évek elején indult el, ott az volt a cél, hogy feltérképezik a, a, a genetikai kódunkat. Tehát ugye, ami, ami, ami a DNS -es esetében ugye négy kódból áll, ugye az adenin, timin, és citusin, guanin, és ugye ezek párba vannak. És az alapján, hogy... Mondtad te volna bármit elhinném. Így, így, van, tehát egy A betű, T betű, C betű, G betű. És ezek ugye párba vannak, és a, a kettő spirál, ahogy jön, abban vannak ezek a kiskódok. És ugye nagyjából átfedő a genetikai, minden, ha a rasszokat nézzük, úgy általában a világ szinten, akkor úgy nagyjából átfedő a dénes szerkezetünk. Vannak különbözőségek természetesen a sorrendben, az összetételben. Ez alapja, ez adja igazából a, a különbözőséget köztünk. Tehát mind genotipus, ugye maga a gének szintjén, mind külső jegyek alapján, tehát ez a fenotipus. Tehát ez a különbség vagy az a nagyon pici százaléknyi különbség tesz minket egyedivé egymástól. Azon belül, hogy egyfajba tartozunk, de mégis ö, 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 különbözőségű ö, van. Tehát ö, az alapján, hogy a te egyedi kódodat megfejtik, vagy megfejtenék, az alapján lehet a, 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 a már eddig ismert, úgymond olyan potenciális célpontokat megvizsgálni, amit ha mondjuk... Mondok egy példát, hogy van előtte mondjuk 700 darab gén, amit tudod, hogyha a 700 darab génből ö, ö, bármelyik hibás vagy rossz, rossz, a sorrend benne, ugye a szekvencia, a, ezt nevezük mutációnak, ugye többféle mutáció létezik, hogy mondjuk felcserélődik egy bázispár, be ékelődik, ugye inzerció, vagy kiesik, delíció, és akkor ez alapján különböztetünk meg mutációkat. Tehát, tehát hogyha ott megvan, hogy neked az adott génnél van bármiféle mutációd, a, a változás, akkor azzal lehet előre jelezni, hogy hát Levi, lehet, hogy ki fog neked alakulni. Mondjuk biztosan nem tudom, hogy hallott le, hogy például Angelina Jolie miért vetette le a mellét. Hmm. Igen, de azt is hallottam, hogy ez egy viszonylag drága eljárás, nem? Nagyon drága. Tehát... Mm, nem csak az, hogy drága, rendkívül szakértelmet igényel. Tehát maga a, a, a DNS szekvenálás, ez egy rutin molekuláris biológiai technika. Az új generációs szekvenálások is most már, tehát ezeket is oktatják. Akkor jött be például nekem a mesterképzésem alatt, hogy a 2009-es tízes években robban be az új generációs szekvenálás, ami konkrétan uh, még előtte ugyanúgy, mint a régi számítógépeknél, a régi IBM nagy kép, egy, 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 egy szobát elfoglalt, most már itt a telefon a kezedbe. tehát ez is ugyanúgy uh, történt az evolúciója a DNS szekvenálásnak, tehát most már egy egy akkora uh, gépet képzelje el, mint egy, egy Turmix gép. Tehát ott van előtte, és azt mondják, hogy... Mi ez, Turmix? De közben egy ilyen Tehát, tehát már olyan szinten van a fejlődés a molekuláris biológiai technikák terén is, hogy hogy ennyire kompakt, egyszerű, gyors, és ugye nem igényel szakmai, nagy szakmai hozzáértés. De miért drága? Azért, mert egyrészt nagyon érzékeny technika, a reagensek, az összetevők hozzák drága, illetve amiért drága igazán nem csak ez a része, hanem az, ami, ami a, 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 a know-how, tehát a, tehát a egy tudás. A, a... Egy része, a másik hmm. része pedig az analízist végző szakembernek a tudását megfizetni. Tehát ezek a, ezek, ez, ez már egy nagyon speciális része a molekuláris biológiának, amikor ilyen jellegű analíziseket végzel. Tehát eh eh csak ezzel elég jól meg lehetne előzni betegségeket. Így, nem? Van, így van. Tehát, tehát ö, sőt, nem csak betegségeket, hanem ugye egyáltalán azt is kimutatható lenne, hogy például az adott kemoterápia egyáltalán működne esetben. Tehát nem biztos, hogy lehet, azt mondanád, hogy Levi, azt mondanám neked, hogy itt a kemoterápia, nem tudom, hogy fog-e használni, nem tudom, hogy ö, 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 mennyi mellékhatásod lesz de vagy ha azt mondanám, melyik a kegyesebb, nyilván ezt neked kell eldönteni, hogy Levi, nem tudunk adni kezelést, itt van ez a kemoterápia, de a vizsgálat alapján ennyi százalékos irán rá, hogy a daganat méretében bármiféle változás fog ö, eredményezni, de számolod kell, hogy ennyi mellékhatása lesz. És akkor tudnám mérlegelni. Ez mindenkinek elérhetővé kellene, legyen, de nyilván nem. Még most mi nem tartunk ott. Tehát az infrastruktúrát nézve is ehhez igen speciálisan belendezett laborok kellenek, tehát kifejezetten ezzel foglalkozunk, ami a, hát ugye egy, egy szekvenátorára például akár több 10 millió forint is lehet. Tehát ezek, ezek, ezek minden Hát egy jó, csak olyan tűjítő, egy csomó mindenre van keret, és pont egy olyanra, ami megelőzi ezeket a dolgokat nincs, de nem akarok politizálni. akkor inkább érdekel a te esetedben. Azért is próbálom ezt a témát most előre hozni, neked az aztán menned kell, pedig még órákig tudnak elbeszélgetni. beszélgetni, ez egészen biztos. Hogy te most ugye a, az egyetemről eljöttél, tudom, hogy ott voltak benne talán sérelmek, nem? az ott történtek miatt nem hát megmondom őszintén nem szépen váltunk el a, a téma tehát uh, itt uh, az történt konkrétan hogy ugye elkezdtem foglalkozni a, a PR képzésem maga a fejeztem, befejeztem nekem már csak a védés hiányzott uh, 2013-16 között, ugye három év alatt én befejeztem, hogy a PHD képzés alatt is voltak kurzusaim, vizsgáim, ezeket mind megcsináltam, minden kreditet megszereztem. Meg volt az első, ugye két publikáció kell, egy első szerzős, meg egy társszerzős. Tehát az első szerzős az a cikk, amit a te írsz, a konkrétan a témavezető, de a társszerzős pedig az, hogy részt veszel egy kutatásban, és az adott vizsgálati részt, azt te végzel, és ahhoz összeáll egy több kutatóból egy cikk, kutatási eredményből egy cikk és ugye a társzerző cikkem az nem lett meg sokáig, nagyon sokáig. Én mindennel az a társzerző cikkemnek a, a vizsgálati eredményeivel is kész voltam már 16-17-re, tehát minden meg volt, és eltelt körülbelül 5 év, mire meg lett. És ugye, hát, mint te is mondtad, nekem is van egy, kedves zaklatom, akinek nevét nem mondanám most ki. Zaklató. Akkor történt az egész, fura, nekem már nem volt akkor kapcsolatom a tívhozatú, már vártam, hogy elfogadják a, 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 a cikket, és akkor utána megvan a szigorlat, egybe és a vizsga. A, maga a doktori dolgozatom magját is megírtam, tehát ott, ott, ott már nem sok minden hiányzott volna, hogy, hogy összerakjuk és elkezdtem. Én ugye közben kikerültem a PHD ösztöndi rendszerből, ami eleve nem volt nagy összeg, tehát havi százzá forintot kaptunk, és nem dolgozhattunk mellette. Ahogy kikerültem a PHD és a postdoktori, vagy bocsánat, pre-doktor, tehát a, a, a doktori előtti ösztöndi rendszerből, akkor nekem el kellett kezdenem dolgozni. Tehát én a barátommal kezdtem el foglalkozni, vagy ö, ö, dolgozni, és fejlesztéseket ö, végezni, ö, majd ö, ö, Ugye 2017-ben visszakerült az életembe a kannabisz, mégis isten által, és így kezdtem el foglalkozni a különböző kannabisz alapú kivonatokkal, mint komplementer és alternatív terápiák a, a, az onkológiába beintegrálva. Tehát azon dolgoztam, és dolgozok is, hogy el, itthon is elfogadott lehessen. Tehát ugye a, a CBD olajokról beszélünk, így van, illetve így van. Van, vannak különböző gyógygombás készítmények is, amiket forgalmaztok. Ö, igen, az már saját, tehát minden a saját fejlesztés, ezek saját termékek, és ugye nekem az elsődleges célom az, az volt, hogy, hogy egyrészt minőségi, megbízható terméket tudjak adni az engem megkereső betegeknek, és a másik része, hogy személyre szabottan be tudjam állítani az alkalmazást, az aggódást, úgy, hogy az állandó gyógyszerekkel, illetve az egyik onkológiai kezelésekkel vagy beavatkozásokkal semmiféle negatív kölcsönhatás vagy gyógyszerkölcsönhatás, tehát hatás és gyógyszerkölcsönhatás ne legyen. Tulajdonképpen úgy nem is ajánlod megvásárolni, hogy nem konzultál veled a vásárló a beállításáról. Én, én személy szerint nem javaslom, tehát én nem szoktam, nyilván van, aki önállóan használja, mm, én sem tudok mindenkihez eljutni, nyilván próbálok minél emberhez, de, de, de nem. Szóval ez a kedves zaklatóm azóta, mind, a, azt hiszem nem tudom, mi a fejébe vette, hogy orvosnak adom ki magam. Tehát én mindenkinek elmondom, hogy végzettségem szerint biológus. Molekuláris genetikus vagyok, és a doktorimba már csak a véd is hiányzott. Tehát a témavezetőmnél is történt egy bemúszorulás. Tehát álhíreket kapott, miszerint én orvost akadom ki magam is, hogy ilyen, ilyen illegális dolgokkal dolgozom. A Cibine nem illegális. Tehát én nem akartam belemenni a vitába, nyilván érzékeltem, hogy. hogy itt, itt, teljesen mindegy, hogy mit teszek, tehát itt, itt, kapufa van. És úgy voltam vele, hogy nekem már van itt egy berendezett rendszerem, egy jól működő rendszerem, a fizetésem is sokkal több volt, mint itt Magyarország, hogy én már akkor kikerültem Ausztriába, és akkor mondtam, hogy Hát akkor köszönöm, hogyha ezen múlik a doktori cím, akkor itt van, tesi, tartjátok meg. Egy zaklató miatt bukott az egész? Hát nyilván ezt nem mondhatom ki egyértelműen, de volt, mert ugye a tímvezetőm azt mondta, hogy, hogy orvos is azt látni kell, hogy neki például menjen, és a fia is orvos, tehát, tehát ő pedig ott van a Debrecenben. Tehát ott, 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 ott volt valami kavarás. Engem nem is érdekel, mert nem az a lényeg, de a, a hölgy az a mai napig zaklat. Tehát most már olyan szinten van, hogy, hogy, hogy nem, én, ugye én, én letiltom. Tehát emittál a, az e is, tehát minden ö, csatornán most már azokat az embereket zaklatja, akik véletlenül azt mondják nekem, hogy doktor úr. És ugye a laikus embernek... Doktor úr. <laughs> Jó És akkor ugye a laikus ember nem tud különbséget tenni az onkológus kutató között, tehát ö, én mindenkinek elmondom, aki megkeres engem, sőt ott a Facebookon is fel van tüntetve, hogy hogy ugye én angol nyelven használom a Facebookot, tehát scientist, ö, magyarra fordítva kutató egyébként lenne, de a, a Facebook úgy használja, hogy tudós. Volt, aki csak szólok. <laughs> És akkor... Ö, tehát kutatóként ott van, van egy leírás rólam, ki vagyok, bemutatkozás. So nincs az, hogy orvos vagyok. Akárki megkeres, tehát erre élő példa vagy ott az e-mail aláírásom, igaz? Egyértelműen látszik, hogy Horváth József molekuláris genetikus. És elmagyaráztam a hölgynek, hogy nem vagyok orvos. Egy teljesen legális készítménnyel dolgozom, sőt, saját készítményekkel dolgozom, sőt a saját cégemmel dolgozom, sőt nem Magyarországról dolgozom, tehát könyörgöm, mi a problémája? És tehát ilyen szintig eljut, sajnos van nagyon sok betegebb át. Hát ezt az a alapróbólyán szerettem volna elmondani, hogy, hogy terveztem én már egy élőbe jelentkezést is ezzel kapcsolatban, ezt rájtom, hogy nem tudom, hogy ére ennyit az egész, most legalább így, így nem élem hozzá. És annyira szomorú, hogy igen. éveken keresztül tanultál, kitörtél, nem tudom, és akkor egy, egy kvázi rossz akaró zaklatásának köszönhetően az, a, a, a fej, a fejéknél. Nézze, a én őszinte vagyok, maga. én tudtam, hogy amikor belekezdek a CBD történetbe, az megosztó lesz. Megosztó lesz, ugye útrője vagyok Magyarországon, tehát előttem így, mint végzett szakember, nem igazán sem kutató, sem orvos nem dolgozott vele úgy, hogy konkrétan itt a, a palliatív terápia lenne a cél, tehát az, hogy a tüneteket, mellékhatásokat csökkentjük vele. Tehát nekem ez a fő célom a készítménye, és ilyen célú kutatás nem volt. Ugye más jellegű kutatások voltak, de az sem sok elenyésző, tehát a legnevesebb, amit ki, ki tudtam emelni, ugye, Baller, és fajta másik ö, ö, eredményei. Nem, más nagyon nem volt. Tehát, tehát ö, én, amit tapasztaltam vele, amikor 2017-ben én segítettem egy kislánynak, hogy egy hónap alatt eltűnt mindenféle tünetemellék hatása, ami a kemoterápia és a sugárterápia utóhatás volt, és egy négy éves kislányról beszélünk, és úgy még a, a, a daganat is eltűnt, tehát akkor mondtam, hogy ebben egy óriási potenciál van, hogy miért ne lehetne azt, hogy, hogy akkor segítsük vele a betegeket. Tehát én tudom, hogy mennyire kötöttek a... a az onkológiai protokollok, és nyilván ezért nem szabad az orvosokat hibáztatni, mert a protokolltól ő nem térhet el, tehát ő, ő, őt ezért elő vehetik. Tehát ő, nyilván az, hogy saját felelősségre megengedi ki neki, az már a, az orvosnak az egyéni döntése, vagy hogy mennyire, mennyire jó szívű, úgymond, vagy mennyire nagy rálát, vagy van egy általán rálátása erre az alternatív terápiára, hanem nyilván nincs rálátásom, akkor vagy utána nézek, veszem a fáradtságot de a legtöbb nem, és csuklóból el, el, elutasítják. Tehát itt, itt vannak azért, azért buktatói a történetnek, tehát én tudtam azt, hogy ö, nagyon sokan meg fognak ezért engem támadni. Én meg azt mondtam, hogy akkor itt vagyok, gyertek. Isten velem kijelent, tudod, mint a Bibliában. Tehát de én ugye úgy a, a, a CBD-nek ugye van fájdalomcsillapító hatása van. egyrészt, ezt tudom, de mi van benne még, ami mondjuk a, a rákos sejtekre hatással van? Ugye, mint az elég mondtam, amit ugye az endokannabinoid rendszer Ről. tehát azt, azt ott nem fejeztem, el. tehát van egy saját boldogság központod, ami ugyanúgy történik, ami, ami a, a mintha egy füves cigit. Sőt, tovább megyek, hogy e, van a szervezetünkben két olyan, ugye ez a kettő arra kiteni gricolerul, és az anandamid, ami pontosan a THC és a CBD molekuláknak a mimikri. A mimikri az azt jelenti, hogy utánozni. Tehát a biológiában a mimikri az valami, például ugye a kaméleon felveszi a színét, hogy beleolvadjon. A mimikri az pontosan igenügy működik a, a, a belső endokannabinoidoknál, meg a fitokannabinoidoknál. Tehát a megfelelője egymásnak, azzal a kitétele, hogy itt nincs ugye tudatmódosító hatás, de, de, mégis, tehát van a, 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 a szervezetünkben egy ilyen rendszer, akkor most mindent, hogy evolúcióról beszélünk, vagy Istenről, véletlenül van ez a azt a szervezetet, akkor megvezeti a sejteket? Nem, maga a, 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 a fitokannabinoidok közül ugye már többnek is van ismert. Azon kívül, hogy a ha palliatív részét nézzük, tehát a tünetek és mellékhatások kezelése, ami például képes csökkenteni a CBD-á mondjuk a. a, ez a nem, persze ez, ez tök, tök igen, jó meg, hasznos, de igen. a leghasznosabb része nem ez nyilván. Ö, és ö, ugye maga a, a, a ellenes és átítképződés meg a radályozó hatása az nagyon összetett komponens. Komplex, és még nem is tudunk belőle sok mindent. Ugye, ugye, ahogy meséltem neked, ezek a jelátviteli útvonalak, tehát az antennák hogyan kommunikálnak egymással, és ugye milyen útvonalon keresztül, tehát hogy jutsz el A-ból B-be, hogy az A-ból elvitt a B-be lévő ö, 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 embernek az információt, hogyha így mondanám. Tehát e, ö, ö, ezek az útvonalak. Ö, Például ugye a daganatos sejtben megváltozhatnak, vagy ezek az útvonalak ö, előnyt tehetnek arra, ezáltal a daganatos sejt előnyt arra, hogy hogy még agresszívabban, még gyorsabban osztódjon. De hogyha ezeket például ezeket a jelátviteli útvonalakat, vagy különböző receptorokat, vagy az antennákat le tudjuk kátolni, vagy meg tudjuk kátolni, akkor elérhetjük azt is akár, hogy a daganatos sejt ne tudjon tovább osztódni, vagy megrekedjen az osztódásra, sőt elérni azt, hogy beinduljon az apoptózis folyamata, ami ugye a természetes sejthalál. Tehát nem tud osztódni a sejt, nem tud magával mit kezdeni, így meghal. És ugye az újfajta onkológiai terápiák, úgy ezek a célzott terápiáknak nevezzük, pontosan ezen a hatásmechanizmuson vagy elven működnek, tehát egyrésztből konkrét receptort tud gátolni. Ö, ilyen például ugye a, a például a herceptin, ami van a sejt felszínén, az az EGFR receptornak hívjuk, hogy ugye ez az epidermális növekedési faktor receptor, és ebbe ez, a, ez az antitest ez be tud illeszkedni, tehát ö, ö, oda illik a kultzár elmélet, amit magyaráztam, és ezáltal le tudja gátolni például a receptor működését, és ha a receptor nem működik, és például ott van egy EGFR pozitivitás annál a daganat típusnál, akkor, akkor az olyan, mintha az autódban nem lenne üzemanyag. Hiába indítod, nem fog menni. Tehát, hogyha nem tudsz üzemanyagot hozni se honnan, mert mondjuk a sivatagban vagy, maradsz. akkor ott maradsz. Ez ugyanígy működik, tehát ö, ö, van. A másik pedig, hogy hogy ahhoz, hogy a sejtosztódás folyamata, ami ugye egy ilyen ciklikus folyamat egyébként, de ahhoz, hogy ö, sikeresen végbe menjen a sejtosztódás folyamata, ahhoz kellene különböző jelátvitelő útvonalak, és ha mondjuk te azt mondod, hogy eljutnál A-ból B-be, ezen az egyenes útvonalon, de ide teszek egy barikádot, meg ide is teszek egy barikádot, meg oda is. Akkor átugrom. És nem tudod. Te egyszerűen, ha nem tudod, akkor olyan ott magas. igen, akkor ott rekedsz, ugye. Mm. És ha ott rekedsz, akkor nincs tovább. Mondjuk a hát koreai igen, így, alak. Van, így van. Tehát, tehát ezek, a, ezek a célzott terápiák, vagy antitestterápiák, de de nem mindig működnek, ugye nem mindenhol működnek, meg kellenek hozzá azok a megváltozott dolgok, vagy azok a jelátviteli útvonalak, amik az adott típusú sejtnél aktívak. Tehát nem biztos, hogy a más sejtben lévő ö, 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 a, ö, jelátviteli útvonalak azok ugyanúgy működnek, mint például a tüdő Tehát ö, ott azért vannak különbözőségek, illetve hogyha van, előnyös mutáció, tehát az az előnyösen változott meg a génetnek a szerkezete, és mondjuk ö, ö, ez alapján tudunk ö, 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 célba venni valamit rajta, de vannak hátrányos mutációk, tehát hogyha egészséges szerkezetű lenne a gén, nem lenne benne változás, akkor az adott terápia működne. De hogyha van benne változás, akkor pont az például, hogy a változás azon a helyen történik, azon az antennán, ami átformálja az antennának a szerkezetét, és már nem tud belemenni, nem illeszkedik, tehát nem fejt kihatás. Tehát, tehát igen, és ugye most már az Azért 2020 óta tényleg több mint 20 ezer publikáció jelent meg a, a, a maga a kanabisz növényel kapcsolatban, és különböző élettani hatásaival, illetve az összes olyan molekula, amiket ö, ismerünk, és azokból is a legfontosabbakat, ugye a THC, a CBD, a CBT. CBG, CBN, CBC, amiket úgy legjobban ismerünk. Ezekkel kapcsolatban számos, nem csak a daganat esetében, hanem egyéb betegségek, például a Parkinson, autizmus, ADHD, egyéb autoimmun betegségek esetében is, vagy gyulladásos megbetegedések esetében is, ugye számos publikáció jelent meg, és nem mondom azt, hogy nagyon jól értjük, kezdjük kapiskálni, hogy a különböző folyamatokban hol tud beavatkozni úgy a különböző a kendernövényből, nem csak egy hatóanyagról kell beszélnünk, hanem többről is, hogyan tud beavatkozni úgy, hogy elérje azt akár, hogy a daganatos sejt elpusztuljon. Ha el tudja, mert ugye itt is szóval jön, hogy ugye a te genetikát más, mint az enyém, a te receptor hálózatot, készletet más, mint az enyém, a te receptor szerkezeted más, mint az enyém. Tehát hasonlítunk, de mégsem. És ugye a legjobb példa erre, amikor ugye szervátültetés van, kilökődés folyamata, vagy a csontfelő átültetés, ugye, amikor egyezni kell a donornak a szerkezet, ez pontosan azért van, hogy, hogy a, a, szervezet észreveszi, hogy az hoppá, hasonló, tudom, hogy ugyanonnan jött, de, de mégsem az, hanem mert lehet, hogy itt AAB van, és ott ABA. És nagyon hasonló, ránézni a laikus szemmel azt mondhat, hogy tök ugyanaz, de, a szervezeted, az immunrendszered érzi, és akkor megtámadja. Tehát ez, ez így működik. Mm, nyilván van egy, egy és átítképződés megakadályozó hatása, de mivel lévén, hogy egy alternatív terápia, és Magyarországon nincs is ilyen jellegű kutatásra, tehát nem tesztelték még nagy volumenben. csak én ugye, én, én, mondhatom azt, hogy az elmúlt hat évben több mint 30 ezer embernek biztosan segítettem a civil által maga az alkalmazásban, de, de átfogó eredményeket, klinikai eredményeket még nagy Flómenben itthon nem végeztek. Még ö, külföldön sem, tehát kis mintaszámon végeztek kutatásukat, de ezt kitolni, ugye ez rengeteg pénz, befektetés, mind infrastruktúra szakember, ö, minden egyéb ö, kapcsán. Nem tudom, hogy lenne. Spanyolországban például vannak ilyen kezdeményezések és folyamatban lévő kutatások is, Izraelben is, ugye Amerikában is. Magyarországon nem tudom, hogy egyáltalán lesz ilyen. Milyen -e ilyen kutatókat egyáltalán a témája? Megosztó a vélemény, ugye maga, hogyha a cannabis szót vagy marihuánát meghallod, akkor eleve meg megosztó vélemény kapsz. Tehát ö, ö, elsősorban mindenki ezt, a rekreációs ezt, célú. Ezt, ezt akartam kérni egyébként, hogy tisztázzuk, hogy a CBD olaj az nem a folyékony fű, amit az ember elszív. Nem, 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 abszolút. Tehát, tehát itt, itt itt azt kell tisztázni, hogy elsődlegesen, hogy teljesen minden, hogy tartalmaz THC-t, vagy nem tartalmaz THC-t. ez az, THC De az minimális a, a THC százalék az olajoknak, nem? A jogi szabályzás miatt igen. De Tehát... van, nincs is, úgy tudom. Van olyan is, igen. Tehát van a széles, a full spektrum, amiben ott van a THC, de minimális szinten, ugye az adott országnak a, a, a felső jogi, ugye megvan szabva az, hogy jogilag mennyi az összkoncentrációja, ami az adott térfogatban lehet a, a, az adott uh, uh, tudatmódosítószernek, vagy hatóanyagnak, estünk már a THC-nek, Magyarországon 0,2 Ausztriában már 0,3 de ahol például legálos, ott, ott nincs szabályzás erre. Uh, tehát, tehát uh, Ö, ö, mennyi, mennyi egy joinban? Hány százalék? Hát szó, ugye itt már ott, ott milligrammokat néznek, tehát ott, ott a vérszinten vér, vér szinten, mert nem, nem 0,2 százalék, ez hanem vagy gramnyi is akár, tehát itt az aktív hatóanyagnak a mérése ott már, ott már sokkal egyszerűbb ilyen formában, ö, de visszakanyarodva, tehát ö, ö, Megoszlik a vélemény, ugye nincs információ, itt is ez a probléma, amit az elején mondtam a, a, az ösztöndi rendszereknél, hogy itt is az a probléma, hogy nincs megfelelő információ, reális információ átadva az embereknek. És ugye a THC, vagy a Marihuana, vagy a fű, egyből a rekreációs célú teszünk be, tehát az, amikor elmegyünk bulizni, beszívunk, jó el vagyunk, vagy akár otthon lazulunk, igen, igen, vagy otthon lazulunk, és sajnos az emberek többségének a tudatában ez a jelleg van, van, meg. Tehát az orvosi felhasználása Magyarországon nagyon nem volt ismert. Tehát akkor ugye van a, 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 a Magyar Orvosi Karnabisz Egyesület, akik ugye próbálnak törekvéseket arra, hogy minél több ember az az információt, amit tényleg tök jó, amit, amit uh, csinálnak, ezen felül uh, így hogy átfogó szakmai hálózat erre kiépülve nincs. Tehát az egyetemi oktatási rendszerben nincs. Tehát még nem vagyunk azon a szinten, hogy, mint ahogy például Amerikában is, hogy, hogy igenis, hogy a, aki kemoterápiában részesül, és tudjuk, hogy hány inger, hányás, étvágytalanság, alvás problémák, és itt tovább vannak, akkor ő megkapja az előretekelt jointot. Tehát a, te a dobózban... Tehát a joint is valójában akkor ilyen hatást fejt ki, mint, a, mint a, az olaj? Van, mert ugye a attól függetlenül, hogy milyen formában szívod el, ez teljesen független. Ott ugye, ott ami függhet, hogy mennyi abból a hasznosulható anyag. Tehát, ugye, e, e, amikor elszívod, égeted, akkor ott ugye figyelembe kell venni azt, hogy az égés miatt, ugye a magas sűrűfok miatt. Hogy azt, hogy szennyező anyag az egy, egy dolog, de hogy az aktív hatóanyagok is károsodnak. De nyilván, nyilván. Ö, 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 vaporizátorral, vagy például elszívva sokkal koncentráltabb és azonnali hatás volt. De van ugye az olajformája, a süti formája, nagyon sok minden formája lehet, itt mindig a hatékonysága a felszívódáson, a hasznosuláson múlik. Kívül az, amikor ugye a rekreációs célból használhat, tehát ott konkrétan az a cél, hogy bej. ott nem érdekel, hogy mennyi a hatóanyag, csak hanem azonnal is. De itt, 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 itt más a történet. Tehát ö, ö, visszakanyarodva nincs hálózat, nem Nincs felvilágosítás megfelelő információra az, állam, az emberek felé, tehát, tehát igazából amikor megkeres, azt is tudja, hogy mit jelent kannabiszolaj. Tehát amikor, amikor engem megkeresnek, például az első az, hogy tisztázzuk, hogy nem orvos vagyok, orvosi kezelésben, terápiában sem tanácsot, sem javaslatot nem szoktam adni. Én ameddig megtehetem, ameddig az én hatásköröm elér, az az, hogy elmagyarázom magának, a betegségnek, vagy az adott terápiának, a biológiai hátterét, mint biológus, ezt megteszem. De én semmiféle kezelésre javaslatot nem adok. Honnan jön, hogy én, amiben segíthetek nekik ezek a ki minek nevezik komplementer terápia, alternatív terápia. Tehát a komplementer terápia azt jelenteni, ami Amerikában is, hogy az adott terápia mellett mint kiegészítő kezelés alkalmazhatod. Az alternatív terápia jelentése pedig az, hogy te azt mondod, hogy köszönöm, én nem kérek a főterápiából, vagy nagyon rosszat hallottam róla, vagy elzárkozom tőle, mert nem szeretném, hogy még jobban leépüljek. Tehát én azt mondom, hogy helyette használom ezt, tehát alternatíva. És így jön. Tehát Magyarországon ez a két fogalom abszolút nem alkalmazható, mert mert összemosulik, nem is tudják az emberek, tehát hivatalosan ez lenne a, 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 a megfogalmazása, Ö, nem tudják én próbálom velük tudatosítani, tehát egy, egy rövid részletes tájékoztatóban elmondani pontosan azokat, hogy, hogy nagyjából milyen biológiai folyamatokat szabályoznak a különböző hatóanyagok. Hogyan lehet biztonságosan alkalmazni, illetve egyáltalán egy reális képet adni arról, hogy mik, 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 is, mik is egyáltalán ezek a kivonatok, és hogy milyen helyzetben érdemes vagy célszerű egyáltalán használni, és legvégén a felhívom a figyelmet arra, hogy egyik sem csodaszert. Tehát aki azt mondja, hogy meggyűjjössz a CBD-től, az hazudik. Teljesen mindent, hogy hogyha THC van benne, ha CBD van benne, bármilyen molekula van benne, tehát ilyen ígéretet nem szabad adni. Tehát a biológiában nincs száz Senki nem fogja garantálni azt, hogy az aktív onkológiai kezeléstől kemoterápia, sugárterápia, biológiai terápia, vagy az alternatív terápiától száz százalékig meg fogsz gyógyulni. Tehát ilyen nincs. Lehet esélyeket latolgatni, de kidönti el azt, hogy melyik százalékba dőlsz el. Még ha megcsinálják neked azt a drága genetikai vizsgálatot is, Akkor mindig ott, van a, ott van a lehetőség, hogy, hogy lehet, hogy csak egy százalék esélyed van rá, de ki dönti el, hogy te az egy százalékba kerülsz be, vagy a másik 99-be, ahol nem működik. Tehát itt, itt van Isten. Hogy ott vagyunk mind Isten, Isten kezébe. És ugye én azon dolgozom már uh, 17 óta, hogy <coughs> lehető legreálisabb információt átadjam a daganatos betegeknek, elsősorban a daganatos betegeknek ezekről az alternatív terápiákról, vagy komplementer terápiákról, kiminek hívja. <coughs> illetve személy szerint személyre szabottan tudjam beállítani neki. Tehát mindenkivel egy, egyesével próbálom alkalmazni, beállítani, hogy mi a kimenetele, azt soha nem tudjuk. Tehát, tehát én mindig hiszem Isten jóságában, hiszek a jóban, és hiszem, hogy, 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 hogy akár meg is gyógyult a beteg mindent összevesztve, teljesen mindegy, hogy mit kap. Mindig ebben hiszek, de azt tudjuk jól, hogy az sajnos a legtöbb esetben nem happy end a vége. Tehát itt, a, amikor a reálisan nézzük, akkor a cél az lehet, hogy megkönnyítsük az életútját, vagyis az útját az életének a végéig. Tehát a paliatív terápiában ez is bele tartozik. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, és nem egyszerű róla beszélni, amikor tudod nagyon jól, hogy a betegnek valószínűleg nincs gyógyulásra esélye, és vidd végig vele az utolsó pillanatig úgy, hogy a lehető legkevesebb szenvedés legyen. Tehát, tehát számomra ez egy misszió, ez egy küldetés. A céget pedig ugye azért csináltam meg, hogy tényleg olyan minőségi termékek kerüljenek az emberekhez, amit én is jó szívvel, akár a fiamnak is oda tudok adni. Adtam is már egyébként. <kül> Tehát, tehát itt mindig az egy kézben való tartás. Nekem nincs is viszontaladó, nem is lesz viszontaladó hálózatom, e, nem adok el cégeknek. Tehát itt kizárólag a magánszemélyeknek, és tényleg azoknak elsősorban, akik megkeresnek, akik, akik a segítségmet kérik. Ez nem arról van szó, tehát te, mint magánszemély jogodban áll bármikor rendelni tőlem, és használni a terméket úgy, ahogy szeretnéd, hogyha nem szeretnél a konzultációval élni. De ott ugye az elsőleges azok a taganatos betegek. És most ugye az első, a, a az első körben Magyarország volt a cél, de most már több mint tíz országban vagyok jelen, mint segítőkéz. Tehát, tehát ö, 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 a tengeren túl is, ugye Amerikából is ö, fordultak már hozzám, Kanadából is, tehát Angliából, Írországból, hogy közelebb jövünk. Széles a spektrum. Széles már, Franciaország, Németország, Szlovákia, Románia, Ausztria. Magyarország. én még órákig hallgatnák, de menned kell. Tudom. El fogsz, el fogsz, késni a következő programodról. Gyere majd vissza valamikor, mert tényleg rengeteg kérdésem van, és még órákig hallgatnálak, nagyon érdekes dolgokat mondasz. Köszönöm okay. szépen, hogy én itt voltál. ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy ezt csilingeljen, hogyha új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTok akkor is.